Halló. Fiala János. Szervusz. Mi nagyon régóta ismerjük egymást, de nagyon ritkán szoktunk beszélgetni. Egy dologra kérlek, hogy hidd el, hogy miközben te engem nem kértél arra, hogy hívjalak fel, én érted haragszom, és nem ellened, úgyhogy csak akkor sértődjél meg, ha muszáj. Jó. Tudom, a hangodban már ott van az aggodalom, de semmi olyasmi. Gábor, én téged nagyjából ismerlek. Ráadásul nagyjából egy korosztály is vagyunk, te fiatalabb vagy 3 vagy 4 évvel, és az, ami most történik veled, annak az, mint minden egy hagyma szerkezet. És én valójában, amikor most az előző mondatokat megfogalmaztam, azt akartam neked mondani, hogy én a hagymának egy olyan mélyebb szerkezetébe vágyom, ahova nem biztos, hogy te engem be akarsz engedni. Sajnos nem tudok reflektálni rá, mert nem tudtam eddig, most jöttem ki egy másik interjúra. De nem. Én arról beszélek, amilyen módon te a saját tevékenységedről beszélsz, vagy beszéltél az elmúlt időben, és a mai műsorban, amit hála jó Istennek, hogy nem hallottál és nem láttál, 4 példával álltam elő. Kiindult a Márki-Zay Péterből, aki ugye azt mondja, hogy ő, illetve az ő marketing vagy PR vagy nem tudom milyen szakembere, azt mondja, hogy szokatlan dolgokkal kell előállni, mert a szokatlan dolgok hívják fel valamire a figyelmet még akkor is, hogyha furcsa politikailag inkorrekt dologra, politikailag inkorrekt módon felhívni a figyelmet, és azt mondtam a tévedés kockázatával, hogy ezt az emberek valamiért a Márki-Zaynak megbocsájtották az elmúlt időben, amire a Márki-Zaynak figyelemmel kell lennie, mert hogyha túltolja ezt, akkor könnyen lehetséges, hogy mindent veszíthet. Ez volt a kiinduló pont, és ennek után 3 ember történetét vázoltam, akiket az ég egyet a világán semmi nem köt össze. Te vagy a harmadik, az egyik Pataki Zita, időjós, aki felépített egy magával kapcsolatos gondolatkört, és amit az én számomra teljesen lerombolt a nyerőpárosban való szereplésével, akarattal, akaratlanul. A másik a Sanyi volt, a Friderikusz, akit szintén nagyon régről ismerek, aki ezzel a Csenterics Ágnes történettel sokkal többet árult el magáról, mint ami egyébként maga Csenterics Ágnesnek a megnevezése, és felmerült, hogy mennyire mozog idegenül a világban, és mennyire nem, és miközben azért szerintem, és ez belőle a szempontból igazságtalan az élet, nagyobbat alkotott, mint Pataki Zita, tehát többet is tud rombolni. Megfogalmaztam az aggodalmamat a tekintetben, hogy jó lenne, hogyha Sanyi nem pusztítaná, vagy rombolná le a saját magáról alkotott képet, és te voltál a harmadik, Herendi Gábor, aki ugye előjött a Bűnös várossal, azt követően, és hát ugye ezt kéne tisztázni, mert te azért meglehetősen szemérmesen beszélsz arról, hogy a te szemedet a mai világra mi nyitotta föl, miközben azt hangoztatod, hogy sohasem volt csukva a szemed, de a Herendit nem egy politizáló, a közélettel kapcsolatban megnyilvánuló emberként ismerték meg, és az a kérdés, hogy erről tudunk-e többet beszélni annál, mint amit te eddig elárultál magadról ezen év folyamán? Hát figyelj, én azt gondolom, hogy én nem is vagyok egy olyan politizáló alkat, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy én azt szeretem, hogyha nekem nem kell foglalkoznom különösebben a politikával. Természetesen a társadalmi visszásságokra mindenképpen rá kell látnia szerintem egy rendezőnek, és reflektálnia kell. Tény, hogy azok a filmek, amiket én csináltam, meg én szeretek csinálni, azok nem annyira pengettek ilyen húrokat. Én egy olyan országban szeretnék élni, ahol azt se tudom, hogy ki a miniszterelnök. Tehát, hogy én azt sérelmezem jelen politikai helyzetbe, hogy olyan szinten ketté lett osztva az ország, olyan szinten kezdi gyűlölni magyar a magyar,
Igen, de hogy, ez az, amit mindenhol elmondtál, ezzel igen, nálam... Jó, akkor mit szeretném még hallani? Azt mondod, én már öreg vagyok ahhoz, hogy külföldi karrierben gondolkozzak, nem is így indultam el, hogy Kornél, vagy mondjuk Antal Nimród, igazából ugye a Mudrucóra vonatkozik, igazából művészfilmes vonalról lehet elindulni, karriert csinálni külföldön. Az én portfóliómmal nagyon nehéz lenne azzal együtt, hogy van ilyen irányú megkeresésem, mondtad a 24.hu-nak Bodnár Judit Lola tollába. Valójában az, hogy te milyen irányba indultál el, és abban az irányban is maradtál, az minek volt az oka és a következménye? Hát egyszerűen, nekem ilyen típusú filmek jutottak eszembe, ilyen típusú forgatókönyvet. Nem, nincsen be szerintem semmi különleges. Én azt gondolom, hogy minden rendező más, mindenkinek. Az én beállítottságom, én egy borzasztó, optimista, remélem, jóhorú ember vagyok, és hozzám közel álltak ezek a filmek. Biztos, hogy van egy érettségi folyamat, mert azért azt gondolom, hogy ha a Toxikomát megnézed, akkor az egy sokkal érettebb, és az egy nagyon komoly hangvételű, és igazából tényleg olyan társadalmi problémát pedzeget, mint a drog. Tehát én most értem be, én egy ilyen későn érő típus vagyok, és most nagyon jól esett, és nagyon büszke vagyok a Toxikomára. Nem tudom, hogy mit kell ezen jobban fölfejteni, de kérdezz, és akkor megpróbálom megmagyarázni. Alapvetően az Antal Nimród vagy a Mundrucó Kornél, ha vagyunk egy körforgalomban és onnan vannak leágazások, akkor mi ebben a Herendi Gábor útvonal, mi ebben az Antal Nimród vonal, mi a Mundrucó Kornél, melyik hova vezet? Nem, én csak annyit magyaráztam, hogy ma külföldi karriert csinálni, vagy egy európai, pláne egy ilyen kis országból, rendezőként, ezek nagyon fontos sarokpontja a dolognak, tehát rendezőként külföldi karriert csinálni, egy út van, hogy csinálsz egy olyan művészfilmet, amely valamely minőségi filmfesztiválon eredményt ér el, ezen a filmfesztiválokon lesben állnak az amerikai ügynökök, és lecsapnak azokra az európai filmrendezőkre, akik esetleg egy kicsit ilyen más szemléletet hoznának az amerikai filmgyártásba aztán, és általában ott, tehát a Kornél, a Nemes Jeles László, a Nimród ezt az utat járták be, mert csak ez az út van, kész. És én nem ezt az utat jártam be a filmjeimmel, nem kerültem filmfesztiválra, ezért az én külföldi karrierem nem tudott összejönni ennyi. Neked egyetlen filmed nem volt fesztiválon? Hát voltak, de már ez is fontos, hogy csak A-kategóriás fesztiválon elért eredménnyel lehet betörni egy amerikai piacra. Ami Cannes és Berlin, meg még van egy pár ilyen, nekem nem volt filmem, vígjátékot nem hívnak meg ilyen fesztiválokra, úgyhogy... De én ezt jól veszem ki, hogy ez miatt benned neheztelés nincsen, vagy van? Nincs. Ez egy tanulási folyamat volt, és rá kellett jönnöm, hogy nincs más útja. Én voltam kint Amerikában, én megpróbáltam magamat eladni, és kiderült, hogy őket nem érdekli egy olyan rendező, akiknek zömében... Ennek hány éve már? Hát 2004-ben voltam kint, meg 2010-ben, tehát két ilyen próbálkozásom volt, régi dolog. Ma meg már pontosan tudom, hogy egy 60 éves ember nem érdekli az amerikai... Mi volt a különbség az első és a második visszajövetel között, ha volt? Annyiban volt különbség, hogy a második kimenetelem az egy sokkal tudatosabb és okosabb, megtervezettebb dolog volt. Ott egyszerűen az volt a pekem, hogy olyan recesszió volt, hogy mindenki széttárta a kezét, hogy még a saját rendezőiknek se tudnak munkát adni, úgyhogy hogy az egy nagyon rossz időszakot, neki azt mondta, hogy jöjjek vissza pár év múlva. De Gábor, azt áruld el nekem, hogy milyen hiányérzeted volt a szó legpozitívabb értelmében, ami kivitt téged Amerikába, hogy ott megvalósítasz magadból valamit, amit nem sikerült, talán a lehetőségekből adódóan, talán másokból. De nem. Hát figyelj, az ember mindig új. Én egy kicsit tényleg olyan vagyok, hogy szeretem magamat kipróbálni, és akkor volt egy olyan pont, amikor úgy éreztem, hogy most akkor mit tudok én még elérni, volt egy kis hiányérzetem, hogy engem ugye a film szakma
annyira nem ismert el ezek miatt, a filmek miatt, akkor megyek, és akkor esetleg ki lehet próbálni magamat egy nagyobb piacon. Volt egy pont, amikor úgy éreztem, hogy na, én itthon már mindent elértem, most csinálok még egy filmet, amelyiknek megint lesz 400 ezer nézője, az nem volt már annyira inspiratív, ennyi volt. Milyen a mai megítélésed? Illetőleg mennyiben foglalkoztat ma, 2021 novemberében, november van már, a te megítélésed? Mennyi változott 2004-hez képest, ha változott bármi is? Valószínűleg én azt gondolom, hogy most már a filmszakma abszolút elfogad, vagy elismer, talán ezt is mondhatom, tehát hogy most már azért lettek olyan filmjeim, ami nem annyira csak a vígjátéki területen, tehát hogy ilyen típusú rossz érzésem semmilyen szinten nincs. A megítélésem, mert az biztos, hogy most valamilyen szinten fogja alakítani ez a bűnös város és az én politikai kiállásom. Hogy ez milyen irányba, valószínűleg a rajongó táboromat, ha van ilyen, azt megosztja, majdnem biztos vagyok benne, és valószínűleg az én közegem, az, vagy ezek a visszajelzések, hogy elismernek, meg felnéznek rám, van, aki meg biztos utál emiatt. Te vagy az egyetlen azok közül, akikkel tudok beszélgetni, akikkel kapcsolatos történetet megosztottam. Megelőzően veled, Benyó Ritával beszéltem, de ő nem volt érintett, én nem vagyok érintett, a Friderikusz nem vállalta, és Pataki Zitához pedig engedélyt kellett volna kérnem az RTL Klubhoz, én pedig nem fogok engedélyt kérni erre az RTL Klubtól. Én azt kérdezem tőled, Gábor, hogy te mennyire fogod át azt, ami veled történik, illetve mennyire irányítod, mennyire vagy tisztában a napi kurzusoddal, és hogy az az egész életedre, a hátlevő életedre hogyan fog vonatkozni, vagy te erre szarsz? Nem szarok rá, nagyon-nagyon próbálom mederben tartani, nagyon odafigyelek, nyilatkozok, nagyon nehéz, tehát ez egyfajta küzdelem a médiával szemben. És magaddal? Meg magammal szemben is, mert én egy nagyon, nagyon, annyiban nagyon szangvinikus vagyok, hogy úgy szívem szerint azonnal mindent kiordítanék magamból, és az élet veszélyes. Tehát, hogy ezzel én tisztában vagyok, azért természetesen én is szeretnék továbbra is ebbe az országba működni, sőt, még szeretnék filmeket csinálni. A helyzet az, hogy pont ezt érzem bajnak, hogy most olyan a szituáció ebbe az országba, hogy nekem meg kell gondolnom a mondataimat, meg kell gondolnom, hogy mit teszek, mert nem az a fajta demokrácia van, amit én vágyok, hogy miért nem mondhatnám, hiszen semmiféle problémám és bajom nem lehet. Ugye momentán te nem vagy politológus, és én sem vagyok az. A kérdés tehát az, hány évvel ezelőtt történt az, ami a mostani beszélgetésünknek az origója, függetlenül attól, hogy az origó és az első megnyilvánulásod között mennyi idő telt el? Most én nem tudok egy origót mondani ennek a dolognak, szerint évek óta figyelem, és ugyanúgy... De nem egy, nem kettő, és nem három? Nem, több. Igen. A megszólalásod azonban ezügyben nagyjából fél éves, tehát te évekig érlelted magadban ezt a történetet, miközben azt mondod, hogy legszívesebben mindig is kiordítottad volna magadból, de nem, hogy nem ordítottad ki magadból, de éveken át nem ordítottad ki magadból. Hát igen, nem hiszem, hogy ezzel különben egyedül vagyok, és nem is akarom ezzel magamat felmenteni, én ezt mindenhol nyilatkoztam, hogy szégyelem, hogy most... Minél többször mondod, hogy szégyeled, annál kevésbé... Tehát a szégyel... Annál igen. Kevésbé hiteles? Figyelj, lesz belőle egy árucik. Figyelj, ez nagyon, nagyon nehéz. Amikor én azt gondolom, hogy amikor éled a mindennapi életedet, és nem akadályoznak, és sikerre halmozol, és nem vagy akadályoztatva a mindennapi életedbe, akkor csak magadba mérgelődsz, bosszankodsz, és a mikrokörnyezetedből ki tudod beszélni magadból,
és esetleg, és ezért nincs olyan szintű frusztráció. A igazi frusztráció akkor kezdődik, amikor akadályoztatva vagy a mindennapi életedbe, amikor meg vagy fosztva a bevételi lehetőségettől, amikor meg vagy fosztva a szerelmettől, mert nekem a filmkészítés maga a szerelem. Hát pontosabban mondva, nem attól vagy megfosztva, hanem attól a finanszírozási módtól, amiben korábban léteztél. Igen, csak hogy ez egy olyan műfaj, mindig azt szoktam mondani, hogy a szobrásznak azért sokkal könnyebb, mert x kiló agyagot venni azért az egy finanszírozható dolog. Filmet csinálni az nem egy finanszírozható dolog. Tehát az, hogy én megengedhettem magamnak, hogy elköltök 6-8 millió forintot egy filmre, amit kettelésből csinálok, azért az nem mindenki teheti meg, tehát hogy ennek azért nem, a hosszú távon ezt nem tudom megcsinálni, hogy akkor én most játékból, a saját pénzemből filmeket csinálok. Ez a Bűnösváros is gyakorlatilag úgy lett kitalálva, hogy meg fogom próbálni visszakeresni ennek az árát, ezért lett kitalálva ez az egyedi streamingelési lehetőség websájton keresztül. Erre még vissza fogunk térni. Azt árulod el nekem, hogy az a konfliktus, amely visszaköszönt egy interjút kapcsán abba a megszólalásba, hogy ha pénzt akarsz, akkor forduljál a Free SFE-hez. Az a történet, az miért nincsen névhez kötve, miközben az én informátoraim arról beszéltek, hogy a kincsemnek lett volna a producere a Lajos Tamás, de ott valamiféle ő maga lépett vissza, ráadásul a történet úgy hangzott, később pedig a kincsem sikere után szeretett volna valamilyen módon ennek a fényében fürdeni, de ez már nem volt, és ez a konfliktus mérgesedett el egy látszólag ártatlan vagy ártalmatlan megszólalásod kapcsán, már amennyiben ebben az országban egyáltalán van ártalmatlan megszólalás? Hát figyelj, én ezt, ez egy létező dolog, nem gondolom, hogy ez a közvélemény tudom mására kell hozni, ez az én egyéni konfliktusom. De csak körbeírtad. Tehát úgy ordítasz a világba, hogy közben vezeték és tulajdonnevek nem hangoznak el benne, miközben az ember, ha rácsap a kalapáccsal a kezére, nem ennyire disztingváltan ordít. És mit akarsz kérdezni? Hogy miért nem konkretizálom a történeteket? Mi történt Lajos Tamással a kincsem kapcsán? Azt tőle kéne megkérdezni, nekem fogalmam. Én ezt a konfliktust egyáltalán nem értem. De mi az, ami történt, amit a te olvasatodban egyáltalán létezik? Mennyiben lett volna ő producer, hogyan került ki, mi a történet? De erről nem, tényleg nem akarok róla beszélni. Beszéljen ő róla. De ha te erről nem értem, ő lehet, hogy ő érti ezt a dolgot, akkor mondja el. De ha erről nem beszélsz, akkor ezzel magát a feldolgozást nem nehezíted meg? A saját belső feldolgozásomat? De nem, hogy hát egyrésztről, másrésztről, hogy más megértse a te problémádat. De szerintem nem, nincs köze másnak ez a dologhoz. És én nem akarom sajnáltatni magam, meg nem akarom magamat ilyen színbe feltüntetni. Én csinálom a dolgomat, és kész. Tényleg nem, ez most... Nem akarok ilyen irányba menni. De Gábor, nem arról beszélünk, hogy egy akkori szerencsétlen összeszólalkozás mára azért nőtt a Luftballonnál léggömbé, mert közben Lajos Tamásból egy meghatározó ember vált a film alapnál? Igen, de összetűzés sem volt köztünk. Én ezt értem, elég egy konfliktus, amit az egyik konfliktusnak tart, a másiknak nem. Saját példát is tudnék mondani, de most kivételesen rólad van szó. Mégiscsak ez a konfliktus áll annak, tehát ez az, ami begyulladt. Ennek következtében alakult ki a te elmondásod alapján az, hogy később hiába pályáztál akárhányszor, szerinted kurva jó forgatókönyvekkel mindegyiket visszautasították. Erről szól a történet, nem? De. És amikor te ezt megpróbáltad tisztázni, egyáltalán próbáltad vele tisztázni? Próbáltam, igen. És meddig jutottál? Hát, hogy azt ordította, hogy, hogy kérjek támogatást a Free SFE-t. De akkor szemtől szembe álltatok? Nem tudtam vele tisztázni, nem. Följöttem telefonon, hogy ezt tisztázni kell, mert nem értem a problémát. Ez mennyi ideje volt? Ez egy, hát,
4 hónapja, 5 hónapja, fél éve, valami ilyesmi. Egyből fölvette? Fölvette, igen, igen. Hány percig tartott? A 20-ra. A 20. másodperc? Nem, a 20. telefonálásomra. Tehát téged, na, figyelj Gábor, ebből a szempontból minket sokkal több köt össze, mint amennyi elválaszt. Legfeljebb te nem követed az én tevékenységemet, de ez egyetlen nem baj. Tehát az, hogy az ember a saját maga helyzetét tisztázza annak okán, mert szereti a saját helyzetét tisztán látni, még akkor is, hogyha kiderül, hogy a másik elmondása alapján egy olyan helyzet van, amit ő egyáltalán nem értne, szerinte ő ezt nem állította elő, akkor is tisztában van a saját helyzetével, mintha ezt nem teszi meg, miközben a környezete lehet, hogy ezerrel beszélni le róla, mondván, hogy teljesen felesleges, sőt kontraproduktív. Tehát ebből van, a szempontból így. Teljesen egyformák vagyunk, még akkor is, hogyha a végeredmény negatív. Mit vártál te attól a telefontól? Figyelj, volt egy olyan szituáció, ahol nekem feketén fehéren kiderült, hogy én hiába pályázok, én nem... Ez hogyan tud kiderülni? Hát, hogy volt egy adott pont, amikor fölhívtam azokat, akiket föl kell hívni, hogy mi a baj, fekete listán, kerekperet megkérdeztem, hogy fekete listán vagyok. De ritkán szoktak az embernek azt mondani, aki fekete listán van, hogy fekete listán van. De... Nem is mondták, egy nagyon-nagyon zavar telefon. Beszélgetés volt, ami... Ez egy adminisztrációs ember volt, hogy kinek lehet egy ilyen kérdést egyáltalán feltenni? Tényleg nem fogok mindent elmondani, ezt most komolyan. Elhiszem, Gábor, csak azt kérdezem. A lényeg az, hogy eljutottam a Lajos Tamáshoz, és akkor volt vele egy telefonbeszélgetés, ahol kiderült, hogy ő úgy gondolja, hogy mi kicsavartuk a kincsemet a kezéből, ami természetesen nonsens. Hány évvel ezelőtti történetről beszélünk? 2015. 6 évvel ezelőtt. Tehát nem tegnap volt. 6 évvel ezelőtti történet, akkor, ugye akkor kezdődött a kincsem, ő volt a producere, és ő eladta a forgatókönyvet a Vajnának, mert akkor épp a társa szerencsétlen meghalt agyvérzésbe 42 évesen, és akkor azt mondta, hogy ő nem akar erre rá. Ő nagyon rosszba volt a Vajnával, hogy ő nem akar erre rámenni, és inkább eladja a forgatókönyvet a Vajnának, mert a Vajnával nagyon nem jött ki, és érezte, hogy a Vajna sose fog zöld utat adni a kincsemnek. És akkor ő bement a Vajnához, eladta a forgatókönyvet, majd a Vajna odaadta a jogokat a Hutlasának, meg én nekem, aki én már egy éve dolgoztam rajta, mint rendező. És akkor ezek után egyszerűen nem nagyon tudom a magyarázatát, hogy miért gondolja a Lajos Tamás, hogy mi kicsavartuk a kezébe a forgatókönyvet, ami egy olyan, mint hogyha a lakását elvettük volna. Nem. Ez adnál sokkal több. Tehát ne. Ez valami, ez tökéletesen, ne hasonlítsuk, értem azt, amit mond, akkor már inkább a nőjét szerettétek el, tehát ha már jó, valami ez. Azt kérdezem tőled, aki egy okos és érzékeny fiú, anélkül, hogy valaha is lett volna erre utaló nyom, Gábor, ne mondd azt, hogy nem érted, amit kérdezek. Valaha is érezted azt, hogy ott maradt valami, nem elvarratlanul, hanem ott valami, tudod, mint egy szálka. Igen, én most így böködöm a kezemet. Az életemre megesküszöm, hogy fogalmam nem volt erről. Tehát mi teljesen jó viszonyba váltunk el, együtt dolgoztunk egy évig, fejleszgettük a forgatókönyvet. Én tökre megértettem neki, akkor borzasztó konfliktusos időszaka volt emiatt, hogy az egyik legjobb barátja és üzlettársa meghalt. Tehát föl nem merült bennem, hogy benne tüske maradt. És valószínűleg azt gondolom, hogy a film nagyon nagy sikere, meg nem tudom, így az évek során nem ti tudom, azóta nem is beszéltetek, és nem is találkoztatok? Nem. Ugye én tőlem sose állt távol a pszichológizálás, talán azért sem, mert 18 éves korom óta jártam pszichológusokhoz és pszichiáterekhez, de ez nem feltétlenül negatívum. Van egy pár ember, aki azt gondolja, hogy ezek csak hülyék lehetnek, de én a fejemben összekötöm mindazt, ami történt, vagy lehet, hogy történt, aztán ez egy vagy egy valós szál, vagy sem. Valójában könnyen lehetséges, hogy a te teljesen vétlen és okaratlan Frieszefével kapcsolatos megjegyzésed adott, vagy lehetett dobbantani Lajos Tamásnak, mert addig ő se tudta volna ezt az egészet mihez kötni, mert
vagy veled szemben, mert ugye egyébként az, hogy... Ez nem, sajnos ez nem így van, mert a... Ugye a Frenszefe csak a végén volt, és előtte is elutasítottak. Hát jóval előtte már elutasítottak, nekem sajnos így mondom, hogy semmi közöm nem volt a FreeSF-i, ez egy egyhetes kurzusra felkértek, reklámfilmrendezői kurzusra, összes ennyi közöm volt a FreeSF-ihez, hogy egy egyhetes kurzust csináltam, csak a honlapon a Tamás látta a nevemet emiatt. Hát ez volt a végén, és igen, de a korábbiakra... Igen, és akkor ez egy ilyen jópofa vég... Hány forgatókönyv, hány ötlet lett elkaszálva? Hát hat, volt három játékfilm, két tévésorozat, meg egy tévéfilm. Ugye, ami a toxikomát illeti, abban sokan nem ismerik a történetet, hogy ugye ez a Covid miatt megkésett produkció, tehát... Ja, hát ez egy régi film, csak dobozban állt, ezt még a Vajna érában lett zöld út neki. Ez azt jelenti, hogy a Bűnös Várost leszámítva te az elmúlt időben nem is forgattál? Nem. Valójában a partra vetettséget élted meg? Hát figyelj, nem, mondjuk igen, tehát hogy semmi nem jött össze. Közben azért én nem néha csinálok reklámfilmet, de valójában igen. Tehát, hogy egy elég... Amiből korábban nagyon sokat csináltam. Komoly vákumban voltam, igen. Amikor elhangzott ez a fordulja FreeSF-hez, azután egy telefonlecsapás is jött? Igen. Az volt az a pillanat, vagy melyik volt az a pillanat, amikor elgondolkodtál a te közéleti szerepvállalásodon, hiszen ezt megelőzően hasonló megnyilvánulásodról nem voltál híres? Hát mondom, ezzel most nem tudok újat mondani erre a kérdésedre. De a FreeSF-ével kapcsolatos ordítás volt az, ami felnyitotta a szemedet? Az eléggé, igen, az egy eléggé mély horgos volt, az biztos, hogy amikor leraktál, amikor a telefon, hát lecsapták, már amennyiben az ember ugye kinyomja, mert ezt a szót gyűlölöm, de hogy utána te ott döbbenten álltál, vagy hogy képzeljem el azt a Herendi Gábort? Úgy. Úgy vizionálja. És te megosztottad a nőddel, a feleségeddel, a barátaiddal, a Kovács Gáborral, fogalmam nincs, hogy ez mi? Hát a szűk környezetem, mert nagyon megdöbbentett ez az egész, nem is értettem, akkor még próbáltam ezt a, tehát még valakin kere, vagy egyik barátom, közös barátunkon keresztül próbáltam, egyszerűen tisztázni akartam, tehát most én azon már régen voltam, hogy nem, ezt nem értettem. Tehát nekem ez annyira megdöbbentett ez az egész, ezért mondom neked, hogy bennem semmi olyan nem volt, hogy köztünk maradt egy tüske ebbe az egészbe. Tehát ő eladta a forgatókönyvet elég summás pénzért, és onnantól kezdve nem, fölajánlottuk neki, hogy kiírjuk producernek, nem, azt se akarta, akartunk és egy biztos, hogy ez? Tehát, hogyha most én a Kalambó vagyok, és ott elkezdek nyomozni, nem találok semmi mást a ti közös múltatokban, csak a kincsemet? Ja, semmi. Hát nagyon-nagyon régen dolgoztunk együtt. Ő dolgozott a Skyfilmnek is, de ott is nekem maradhatott volna tüske, mert hogy dolgozott a Skyfilmbe, az az én cégem volt egy nagyon fiatal rendezősrác, akinek én őt bemutattam, és nekik aztán nagyon-nagyon egy filmet csináltak, amivel nagyon berobbantak, mert díjat nyertek, és akkor abban a pillanatban föl is álltak, megcsinálták a saját céljukat, és engem ott hagytak, tehát hogy még ez is egy olyan történet, csak én ezeket nem tudom sokáig hordozni magamba, úgyhogy én aztán nem csináltam ebből ügyet. Tehát, hogy ez a mi összes múltunk, utána X, jó néhány évvel később, mert ez még egy ilyen 90-es évekbeli sztori, jó sok évvel később ő kérdezett meg, így az egyik barátunkon keresztül, hogy van ez a kincsem forgatókönyv, nem lenne kedvem. A Tamás nagyon elismerte az én munkásságomat, imádta a Lora című filmet, ott a bemutatón azt mondta, hogy hát ez egy Oscar-díjas film, tehát hogy mondom, semmi konfliktusunk nem volt, és tovább, én azt gondoltam, hogy a kincsemnél is ugyanez a jó viszony megmaradt, de hát nem maradt.
és neki ma a film alapnál azon kívül, hogy egy szavazata van, ezek szerint több szavazata van? Nem egy szavazata van, mert ő nincs benne a film alapban. Ráadásul. Hát akkor... Ráadásul nincs benne a film alapban. Elég erős hatással van az ottani döntésekre. Amit egyébként a film alapban lévő emberekkel már nem lenne érdemes tisztázni a Kálmán Andrással? Hát nehéz velük tisztázni. Nem szívesen nyílnak meg. Igen. Az előző tévedésemért elnézést kérek. Hogy azt kérdezem tőled, hogy a Weiszer Alindával való beszélgetésed a telefonhoz képest időben hogy alakult? Az elég hamar jött utána. Igazából az Alinda már régóta szeretett volna velem, és akkor mondtam, hogy hát, hogy nem, nincs nekem most olyan különösebb mondani valóm, és akkor utána megint bekérdezett az Alinda pont a telefonbeszélgetés után, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor most van mondani valóm. A bűnös város az... De azt ugye, igen? De azt ugye egész, tehát nem csak úgy ezt elhatároztam, hogy én most nagyon elegáns leszek, tehát ez az egész beszélgetés hihetetlen hova ment be valami szintén. Egy erőszakos pali vagy, de hogy én igazságkereső vagyok. Jó, akkor igazságkereső, de hogy ezt nagyon... De Gábor, bazd meg, amikor te fogász voltál, ha én elmentem hozzád, és te tudtad, hogy mi a bajom, hát akkor nem mondtad azt, hogy egy koronával megoldjuk, miközben tudtad, hogy ott valahol lent valami kurvára nincsen rendben. De azt érzem már meg, János, hogy én iszonyúan elegáns akartam ebben. De nem vagy elegánstalan most. Aki őszinte, az nem elegánstalan. Most olyanokról nem beszélsz, amiről nem beszélsz szívesen. De én szólnék rád, hogyha elegánstalan lennél. Nekem se érdekem, hogy elegánstalan legyél. Nem vagy elegánstalan. Jó. Hát most kitisztítasz egy olyan helyet, amit korábban nem tisztítottál ki. Én sose szégyeltem azt, vagy csak nagyon régen, évtizedekkel ezelőtt, hogy nem én vagyok az első. Lehetek én az utolsó, hogyha végül én találom meg a bizonyítékot. Teljesen lényeg, hogy hányan voltak előttem. Ja. Azt mondd meg nekem, hogy a film mennyivel később kezdett el forogni a beszélgetéshez, a Lajos Tamás féle telefonbeszélgetéshez képest. Hát azért az egy pár hónap eltelt, azért azt meg kellett írni. Te írtad? A film az, én írtam, igen. Az most jelent meg gyakorlatilag 2 hete, és az előtt, tehát hogy egy ilyen 3 hét alatt megcsináltuk, szóval ez egy rövid film, egy fél órás az egész, 4 nap alatt leforgattuk, és gyorsan összeraktuk, szóval nem, tehát körülbelül ilyen, mi van, augusztus vége, szeptemberben forgattuk. Igen. Rossz a kérdés, de nem tudom jobban feltenni. Revans a film? Nem akarok én bosszulni, különben a revans, hát nem megérett bennem a film, azt mondhatjuk, nagyot dobott rajta az elkultuk is, aminek azt gondolom, hogy a körülményei, ahogy az készül, mert nem tudom, az is eléggé bicskanya nyitogató volt a számomra, és akkor így gondoltam. Mi zavart téged az elkultukban? Talán egy hát hete ült itt velem szemben Kálomista Gábor. Hát, hogy... Láttad a filmet? Magát. Gondolom, hogy láttad. Nem láttam még, meg fogom nézni különben, meg fogom nézni. Nem, hát ez a független filmes mi volt, tehát azért ez nevetséges, tehát hogy kirak bele 800 millió forintot egy ilyen filmbe, tehát hogy azért tényleg ne nézzük már egymást hülyének. Fogalmam nincs, milyen a film, hallottam sok mindent róla. Én azt gondolom, hogy pont az a baja, hogy ez az egész ilyen komolyan veszi magát. Én meg egy sokkal könnyedebb és lazább és viccesebb választ akartam erre a dologra adni, ennyi. De milyen választ adni, mire? Hát, hogy mi is tudunk ilyen filmet csinálni, csak én eszközeimben inkább ezt a szarkazmust. Jó, de hát az ugye kötődött a TVC-hez, Ostromához, az Összödi Beszédhez, a te filmnek ilyen jellegű kiinduló pontja nincs. Tényleg? Nem kötődik a mai dolgokhoz? De kötődik, de egy konkrét dologhoz nem. Tehát a kolbász kerítést, meg nem, a többi. Nem, én azt gondolom, hogy a mai társadalmi viszonyokhoz kötődik. Igen.
Az, hogy te ezt egyébként ezen a módon, ahogy teszed, megfinanszíroztatod, az abban van összefüggésben, hogy a te anyagi helyzeted nem teszi azt lehetővé, hogy ezt te csak úgy szabadon engedjed? Igen, igen, igen. Nem megfinanszíroztatom, hanem megfinanszíroztam. Tehát ez tényleg a saját pénzem. Félreértés, az, hogy nekem fizetnek kell a jegyért, az azt nevezem finanszírozni. Ja, tehát azt kérdezem, hogy ezt te nem engedheted meg magadnak? Nem engedhetem meg magamnak, így van. Tehát te nem vagy egy gazdag ember? Nem. Tudom, hogy ezt sokan különben azt képzeljék, hogy aki ilyen sikerfilmeket csinál, az gazdag ember. Nem vagyok gazdag ember, nem lehet olyan sok pénzt játékfilmekből keresni. Sajnos a jegybevételnek a nagy része az egyáltalán nem hozzám folyik, hanem a moziba, a filmintézetbe is visszamegy, tehát hogy én a töredékét kapom, nem panaszkodom, nem élek rosszul, de hogy azt nem engedhetem meg magamnak, hogy csinálgassam egymás után a filmeket a saját pénzemben. Mennyiben kísérlet a szónak abban az értelmében, hogyha bejön, akkor a streaminget választod? Hát figyelj, nem tudom, hogy mi a jövőm. Tehát, hogy senki se tudja. Én se tudom. Erre hosszú távon kell berendezkednem. Tehát, hogy én most egy picit úgy is gondolkozom, hogy lehet, hogy nekem nem lesz lehetőségem filmet csinálni. Vannak ötleteim még ilyen kis filmekre, amit így meg tudok csinálni, hogyha ez a streaming szolgáltatás ez tud annyi pénzt hozni, hogy ebből meg is tudok élni, vagy legalább visszahozza, és nulladós tud lenni, akkor megéri a dolog, akkor szívesen csinálom, meg közben a kreativitásomat kiélem benne, és szeretem csinálni, ennyi. Az első hétvégén lehet, hogy most már vannak újabb adatok, több mint 60 ezer nézőt produkált az Elkurtuk. Te azt mondod ebben a 24.hu-ban, hogy ha lassabban is, de utol fogod érni nézőszámban. Ugye te a 10 legsikeresebb vagy legnézettebb magyar filmek közül 5-öt jegyzel. Te azt gondolod, hogy a Bűnös Város 100 ezeres nagyságrendben lesz nézve? Hát, nem tudom, ezek az álmok, de hogy nézik egyelőre, szóval azért azt érteni kell, hogy tudod, hogy egy jegyet vesz, és akkor megnézi a család, tehát, hogy a nézőszám az nem... Én is másodmagammal láttam, be kell, hogy valljam őszintén. Igen, én most tegnap egy 30 fős társaság vett jegyet, úgyhogy... Én csak azt nem értem, hogy nem kellett beírnom azt a számot, amit kaptam. Tehát nekem anélkül elindult, nem tudom, azért, hogy mit. Hát most fejlesztjük ezt a rendszert, valóban az egy aránylag újdonság, és az elején be kellett írni azt a számot, és olyan sok mindenkinek volt problémája, hogy ezt elengedtük, úgyhogy most már nem kell beírni a számot. Hát pofozgatjuk a rendszert, és sok gondolat. Ezt a részét élvezed? Igen, különben szerintem. Igen, a Skyfilm az hány ember? Skyfilm az, hát már ilyen állandó munkatársam, egy van csak gyakorlatilag, tehát, hogy van egy olyan csapat, akik, tehát hogy azt már nem tudom megengedni magamnak, hogy fizetést adjak az embereknek, de azt már elég régóta nem tudom megengedni. Elengedtem, de az a csapat, aki úgy körülöttem van, általában mindig összeáll, amikor én filmet csinálok, és akkor együtt dolgozunk, tehát hogy azért így sok emberből áll, fizetést konkrétan effektíve egy embernek adott. Keretes szerkezetűek vagyunk, és haladunk a vége felé. Ugye azt mondtad a 24-nek, nem volt tisztességes, hogy csak akkor nyitottam ki a számot, de ezt elmondtad Weiser Alindának is. Én azt jól sejtem-e, vagy rosszul, hogy a hétköznapi dolgokat, a hétköznapi politikát illetően továbbra sem leszel az ATV, a BTV és a Kejfej Jancsi vendége, amennyiben valaki valamit mond, te ehhez nem fogsz kommentárt fűzni. Nem is értek hozzá, most tök felesleges lenne ilyen színbe tetszeleg, nem? Minél több helyen fordulsz elő, hogy ez a mai alkalom mennyire járul hozzá, mennyire nem tudom, de elvileg jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy holnap azokban a jobboldali, alapvetően a Kesmához tartozó orgánumokban jelenjen meg, amelyek nem fognak leszállni rólad, és amelyek nagyjából talán azt fogják érzékeltetni, hogy eddig téged hogyan hordozott a hatalom a tenyerén, csinálhattál nagy költségvetési filmeket, és most tessék, abba a kézbe harapsz, amelyik téged etett, és egyáltalán nem biztos, hogy olyan hosszan és részletesen megkérdez téged, mint én.
történjen az ellenkezője. Tisztában vagy-e azzal, és én ezt kérdeztem a beszélgetésünk elején, de immáron a beszélgetésünk végén kérdezem tőled, hogy azért te ebből a körforgalomból ezen az úton már elindultál eléggé hosszan ahhoz, hogy innen visszafordulni, hát hogy az nem lesz olyan nagyon könnyű, független attól, hogy te nem biztos, hogy akkora jelentőséget tulajdonítasz a mostani megnyilvánulásodnak, mint amilyen mértékben ezt majd a politikához tartozó, látszólag kulturális sajtó vissza fogja tükrözni. Igen, ezt most te fogod generálni, de hát tudom, tehát hogy érzem ennek az egésznek az erejét, hogy ebből nehéz visszafordulni. Még nem tudom, hogy fel vagyok-e vérteződve erre a dologra, majd meglátjuk, nem tudom. Te ezt ilyen mértékben nem követted? Mármint az, nem. Hogy egyébként mi történik az országban? Dehogy nem. Most de hát az a történet, ami most veled történik, hogy azzal kapcsolatos történetek ott voltak melletted, legfeljebb azokat az... De láttam, tudom. Igen, tudom. És fel vagy készülve erre? Nem, mondom, hogy még nem tudom, hogy fel vagyok erre vérteződve, biztos mindenféle támadás jön, pontosan tudom, hogy ez lesz az indok, hogy bezzeg eddig én mennyi filmet csinálhattam, milyen... És hát természetesen maga a bűnös város, hiszen a bűnös városnak a tartalma, a NER-nek ez a fajta megmutatása, amiről mi alig beszéltünk, de hát azt a filmet meg kell nézni, ahhoz akkor tudnak az emberek hozzászólni, de az valójában egy gúnyrajz a NER-ről, egy röpke gúnyrajz, az szintén nem fog jól esni azoknak, akik eddig nem gondolták azt, hogy neked van erről a NER-ről ilyen véleményed. Igen. Valószínűleg így van, igen. De hát azért sok ilyen van. Tehát azért a NER szembesül a megfogalmazott kritikákkal. Ez legalább szórakoztat is. Két dolgot mondok neked, az egyik magántermészetű, a másik nem. Azt mondtad, hogy sajnálom, hogy eddig csendben maradtam. Mit jelent a nem csendben maradás? Vagy mikor maradtál csendben, amikor a múltban, amikor nem lett volna szabad csendben maradni, vagy mit gondoljanak most a Herendiről, mi mindenben nem fog csendben maradni, miközben egyébként nem fog Márki Zay és Gyurcsány Ferenc között egy dobogón előadni. Mert ez tőle idegen. Én nem akarok forradalmár lenni, azt tényleg távol áll tőlem. De mit jelent az, hogy sajnálom, hogy eddig csendben maradtam? Senki nem kérdezte meg tőled, pedig te mondtad. Hát nem, csak hogy valószínűleg ez most egy ilyen éles váltás. Tehát eddig nagyon sokan azt gondolták, hogy én a rendszer kegyeltje vagyok, mert olyan filmeket csinálhatok, amire... De Gábor, van lelkismeret furdalásod, vagy nincs? Dehogy van lelkismeret furdalásom. Én azt gondolom, hogy Minden film olyan lett, amit nem kell szégyelnem. Nagyon-nagyon rettegtem, hogy a kincsemre elköltött, nem tudom, 2,5-3 milliárd forintért, én azt megszolgáljam. Majd készült egy olyan film, ami minden idők legnagyobb bevételét generálta. Tehát, hogy én aztán tényleg azt gondolom, hogy a lelkiismeretem teljesen tiszta, én soha nem gazsuláltam azért, hogy filmet csinálhassak, én remélem, hogy azért kaptam pénzt, mert olyan filmeket csináltam eddig, amivel tudtam szórakoztatni a közönséget, és akár még minőségi dolgok is voltak. Ennyi. Én nem semmilyen szinten nincs lelkismeretfúzásom, hogy én ilyen filmeket csináltam. Már kaptam, már ilyen kommentekben megjegyezték, hogy bezzeg akkor nagy volt a szám. Hát filmrendező vagyok, ez a dolgom. Minden filmrendező közpénzből csinált. Azt nagyon kell azért tudni, hogy ezek a pénzek mindannyiunk pénze, közpénz, nem a Fidesz pénze, hanem pályázatok útján nyeri. Én mindig pályáztam, én mindig beadtam egy olyan színvonalú forgatókönyvet, amire azt mondták, hogy erre érdemes pénzt adni. Semmiféle lelkiismeret furdalásom nincs. Én értem, de majd, hogyha egyszer abba a helyzetbe kerülsz, hogy valaki, aki közelebb tudna juttatni a céljaidhoz, nem a Fiala féle interjúval fog szembesíteni, hanem a bűnös várossal, mondva, hogy a Fiala az felejtős, de mondd, Gábor, miért kellett neked ezt a bűnös várost csinálnod, igazán tisztázhattuk volna ezt egymás között, akkor tisztában vagy azzal, hogy a bűnös város azért nagyobb szálka annál, mint amit a mi kettőnk beszélgetése okozni tud? Nem tudom, lehet. Nem vagyok benne biztos, de...
A magántermészetű pedig az, hogy egyrészt szívesen beszélgetek veled adáson kívül, másrészt ami a saját sorsomat illeti, abban egy pár olyan történetem már túl vagyok, aminek te még csak az elején jársz, úgyhogy ahogy azt annak idején Tamás Gáspár Gilklós mondta, köszöntelek a klubban. Biztos lehetsz benne, hogy nem karaktergyilkolászást akartam elkövetni, sőt, ha valamit el akartam követni, az pont az, hogy ne lehessen ezek után karaktergyilkolászást elkövetni, függetlenül attól, hogy azt náluk bármikor el lehet követni. Ha úgy gondolod, hogy van miről beszélgetnünk, mikrofonon vagy kamerán kívül boldogan állok rendelkezésedre, miközben őszintén sajnálom az apropót. Jó, oké, köszönöm. Komolyan mondtam. Szia!